Ide figyelj! Azt hiszem, azt beszéltük meg, hogy a mai nap folyamán te fogod fizetni az ebédemet. De... azt hiszem elfelejtetted. Álljál meg! Aztán megbeszéltük, hogy fogod fizetni az ebédemet. Miért nem fizetted az ebédemet? Beszéljük csak meg! Várjál, még lejátszuk, csak gyere ki a szobából. Na fiúk, lányok, újra itt vagyok. Egy újabb Bully Scholarship Edition résszel. Most már igen, látjátok Facecam-mel, mint hogy a Géta Samadrászban is van már Facecam, itt is lesz most már Facecam a Bully Scholarship Edition-ben. Viszont látjátok, elég kicsire lett véve a Facecam-nek a mérete. Nem akarom, hogy az egész játékot a Facecam takarja ki, úgyhogy levettem olyan kicsire, ami erre csak lehet. Tehát olyan méretre, ami még jó is, meg még tényleg nem takar ki olyan sok mindent. Tehát igazság szerint csak a fegyvereknek az ikonjait takarja ki, de ez most nem olyan húdanat dolog. Na, az meg bejön ide a szobámba, kiengedte be ide. Na mindegy, kezdjük el a küldetést. Yeah, okay, all right, sure, I'll do it. Hey man, what's going on? Not much. I was just telling Petey here about my idea to take over the school. I mean, my plan for us to take over the school. What plan? Don't worry, Jimmy. Jó, be se kapcsoltam a feliratot, pedig mondtam, hogy be fogom kapcsolni. It's sink or swim, my friend. And if you're good at swimming, you gotta let the losers drown. Why don't you guys leave the thinking up to me? What? 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 What the? Can't you say anything else? You know what, Petey? You were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? Hoppá, Mit Bontarulo? Szét lesz verve a fejed. Hapsikám. James. All he said was that you must be dumb. Or maybe you're all messed up because you came from a broken home. What'd you say about me, Dwight? Come on, dude. Chill. No. Gary's taking everything out of context, man. Whoa. Don't lie, Petey. Don't you lie. Because you know what happens to liars? No, I'm not lying. We kick them in the balls! Come on, Jimmy, let's go see how good you are with this new slingshot. Don't worry, friend. Nothing escapes my notice. I hear everything. You and me, we can do things. Na, kövessük Garyt az öreg iskolabuszhoz. Lényegében ez a küldetés egyszerű lesz, csak a csúszdit kell majd használni a küldetésben. Lényegében ez ilyen tutoriál küldetés, amiben megtanuljuk használni a csúszdit. Ez igazság szerint nekem nem olyan nagy kunst, mert én már nem tudom hányszor kijátszottam ezt a játékot, mondjuk csak egyszer játszottam ki 100%-osra. Most fogom másodszor ugye ebbe a végigjátszásba. Jól van, hoppá, és óra lesz, de az órákat külön videóban csináljuk meg egyébként. Rajzórát is egy külön videóban, az angol órát is, mindent egy külön videóban megcsinálunk. Tehát az angolról is külön videó lesz 1-5-ig, 1-5-ig, a rajzóráról is, ugye 5 óra, minden órából összesen 5 darab van a játékba. Na, ó, futóverseny, úgy most leállok ezekkel kötekedni. Mi van, te Godzilla? Na mi van? Egyé. Ajaj. Mi a franc? Grumpirkó ez? Vagy mi? Na jó, ha fel is mászok. Hagyjál békén! Hagyjál már a hülyeségeddel, te büdös kölyök. Na. Gyorsan mászunk föl. Mielőtt Mr. Burton észrevesz minket. A tesi tanár. Üljünk fel az ágra, és ki kell ezeket ütni lényegében. Kicsit trollkodok Mr. Burtonnel. Úgy kell mondani, hogy Burtonnak hívják, de Burtonnek kell mondani. Én legalábbis így tudom. Hogy tetszik? Nyugalom, tanár úr! Bocsánat! Én jó fiú vagyok, esküszöm. Esküszöm, én jó fiú vagyok. Jó, tanár úr, de nyugodjon már meg egy kis... Jó van, tudom, lehet látni magán, hogy egy dagadt disznó. Maga egy dagadt disznó. Maga egy mocskos dagadt disznó. Fusson egy kicsit. Fusson egy kicsit, tanár úr. Ráfér magára egy kis kardiózás. Uaj, te! Ajaj, ezt nem kellett volna. Tanár úr, maga egy igen intelligens embernek tűnik. Megy részt kopasz, biztos emiatt hullott ki a haja is, mert maga annyira intelligens. Meséljen már magáról, hogy tetszik lenni. De miért nem akar velem beszélgetni? Hát én egy udvarias fiú vagyok. Igaz, hogy megvertem a kollégáit, de na most az Isten szerelmére. Tanár úr, figyeljen már rám egyszer az életbe, ez nem igaz. Na, ez fölháborító. Vén trocsos seggű, hát semmi tiszteletet nem ad a diáknak, hát nézzétek már meg, az Isten verje meg. Rohadt kopaszgenyó. Na. Igen, én vagyok az új fiú, és akkor mi van? Nothing. Just that you're friends with that sociopath Gary. Socio-what? Sociopath. It means... Never mind. Forget I said anything. I need you to help me. Wait, you need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen. I need your help. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay you $2. $2? Are you crazy? Make it $5. No, $2? Great, $5. Let's go, buddy. Oké, gyerünk, segíteni kell. Alginak. Algernon, vagy hogy hívják ezt a kölyköt? Segíteni kell neki, mert lényegében nem mer bemenni a szekrényéhez. Vissza kéne hoznia a könyvtárba egy pár könyvet, csak a szekrényében vannak ezek a könyvek, és nem tud eljutni a szekrényéig, mert az egyik iskolai klik, a fehérek, ez az iskolai klik miatt nem tud eljutni a szekrényéig, folyamatosan megtámadják, mikor elhagyja a könyvtárat. Ó, használjuk a csúzlit. Csúzlit is használom már, ha már itt van. Mi van? Gyere, egyél! Egyébként erre rájöttem korábban, illetve nem is olyan rég, hogyha legugolunk és becélozzuk az ellenfelet, akkor sokkal gyorsabban lő a csúzlival. Ez egy igazság szerint ez egy plusz dolog. Ez így egy plusz dolog ebben a játékban. Sokkal gyorsabban lövik ki fel a lövedéket a csúzlival. Ajaj, na milyen óra lesz? Hát testnevelés, bocs, de kihagyom. Majd mondom, ezeket külön videóban megcsinálgatjuk majd. Majd megcsinálgatjuk. Erre most nem pazaroljuk az értékes időnket. Van, ellopózzunk a tanár mögött. De be akar menni a WC-re még mellette, és utána a szekrényéhez. Sípol a fülem. De ezek meg mit csináltak? Ezek lányok. Mit csináltak ezek a fiú WC-be? Na várj, gyere csak! Hogy tetszik? Egy kis ivászat. Jobb, mint az alkohol. Igaz, egy kis szal lesz a pofádon, de ez még belefér. Gyere! Gyere, még van még egy szoba számodra. Egyél is, mert van benne egy kis szardarabka. Nesze. Ja, tényleg a felirat. A felirat bakker. Hú. Meg is feledkeztem róla. Ezt be kell kapcsolni. Na. Már kértétek is tőlem, hogy kapcsoljam be. Húgyozzunk mi is egyet. Van annyi időnk még. Aha, anyukád azt mondta, most meg mindig a kezedet. Jó, vágom, te. Anyuci kisfia. Megnyitom a vizet, hagyj menjen a vízszámla az iskolának. Ezt a poroltót ellopom, mert kell nekem. Jutalom a küldetés után, de pénzt is fog adni. $5. És úgy, ahogy mondta, $5 ad. Na, zsír. El tudunk bújni a szekrénybe, hogyha kék ikon van a szekrény mellett, hogyha piros, akkor meg akkor a szekrénybe van zárva, akkor azt fel kell törni, mint például ezt. Feltörjük a szekrényt, különböző dolgokat tudunk szerezni, mit tudom én, csokoládé, vizes ballon, meg ilyen hülyeségek, igazság szerint, amiket föl lehet használni a játékban. Egyé! Mondom, egyé! Húáááá! Cső, hogy vagy? Húáááá! Júj! Hasborúgta a tanárt! Ez egy igazgatói figyelmeztetés jár. Júj, basszus! Ez micsoda? Ja, mellékküldetés, mellékküldetések is vannak a játékban. Hát ezekről nem fogok külön videókat csinálni, mert ezekről úgy felesleges, ahogy van. Ahogy majd jön majd. Hát lehet, hogy ma fogok külön videót csinálni róla, nem tudom. Azt majd így összevagdosom. De hát ezt most megcsináljuk. De lehet, hogy nem fogok csinálni külön videót erről, mert most felesleges. Hát ezek ilyen pár perces küldetések, ilyen mellékküldék. És ebből lesz mondjuk egy pár darab. De lehet, hogy meg kellene, hát mivel 100%-ra hajazunk. My work here is done.